hogy úgy mondjam, a határon beszélgettek Tóth Ferenccel, a budaörsi 4-es számú választókerület egyéni képviselőjével, mert azt hiszem ez az út, ami a sportcsarnok, illetve az 1-es számú általános iskola között van, a határ, és itt most már a 4-es számú választókerületben vagyunk. Adódik a kérdés, a 2019-es tervekhez képest mi az, ami megvalósult ennek a városrésznek, a választókerületnek a fejlesztésében, javításában, jobbátételében, mi az, ami még folyamatban van, és mi az, amire nem jutott pénz, az egyébként ismert okok, pandémia, energiaválság, infláció okán. Már egy régi adósság volt a Hajnal utcának a teljes megújítása. Ez úgymond egy ilyen faltól falig beruházás volt, ugye egy új útnak a teljes kiépítésével, illetve a csatornahálózat megújításával, járdáknak a megépítésével, és ez az utcának az elkészülte után azt gondolom, hogy ott az egyik központi része az én körzetemnek, ott a Kessár iskola környéke, a mai napig is nagyon szépen néz ki, illetve hát ott mellette egy játszótér is van, sőt, azt kell mondanom, nagyon kis szakaszon talán kettő is van, és ezek is az utóbbi években megújultak, új játékelemekkel fejlődtek, épültek, szépültek, és eznek azért van nagyon jelentősége, mert az én körzetem ugye az alapvetően családi házas övezet, nagyon sok fiatal házaspár van, nagyon sokan költöztek be az én körzetemben is, rengeteg új ház épült, és nyilván ott ennek hatalmas nagy igénye van mind a zöldfelületeknek, mind a játszóterek megépítésének. A későbbiekben természetesen sok minden más történt még, szinte nincs olyan utcám, azt nyugodtan mondhatom, ahol valamilyen beruházás, valamilyen szépülés ne következett volna be. Ezek lehetnek a közlekedés biztonságot szolgáló beruházások, ilyenek akár egy fekvőrendőrnek a letétele, zebráknak a felfestése, új gyermekek tábla kihelyezése, rengeteg került ki, főleg a Kessár iskola környékén, hiszen a biztonság az mindenek felett áll, és az én körzetemben nagyon sok kisgyerek van, egy iskola van, ugye a Kessár iskola, ami azt gondolom önmagáért beszél, hogy mennyire fontos a balesetmentes közlekedésnek kiépítése. De úgy mondhatnám, ami nagy beruházás volt, ugye a budapesti út megújítása, sikerült a közúttal egy közös kooperációt kialakítani, tehát velük együtt budaörs hathatós anyagi támogatásával megújult a budapesti út, nyilván ez közlekedés szempontjából nagyon fontos, hiszen Budaörsnek az egyik ütőerőről beszélünk. Ezzel párhuzamosan nyilván itt a zebráknak a felfestése történt meg, rendkívül nagy igény volt rá, illetve hát a világítás, a közvilágítás az tényleg azt lehet mondani az egyik legproblémásabb ügy volt az elmúlt években, hiszen az új világítási rendszerre rendkívül sokan elégedtlenek, nem csak Budaörsön, hanem szerte az országban. Még a múlt év végén döntöttünk arról, hogy erősebb megvilágítást kaptak a zebrák, most úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon nagy sikert aratott a budaörsiek körében. Több zebra is van a városban, ami új világítást kapott, az én körzetemben is legalább 3 ilyen lámpa van, és azt gondolom, ez nagyon nagyban segíti a biztonságot. Hogy alakult a kapcsolata a választópolgárokkal, a saját választóival? Ez a második ciklusa volt, aztán 10 éve képviselő. Gondolom, hogy ez azért előnyt is jelent, hiszen önt ismerik, ön is ismer szinte név szerint mindenkit. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismertek, ugye korábban itt a Kessár iskolában tanítottam is több évet, nyilván egy tanárembernek ebből a szempontjából ez némi előnyt biztosít. Nyilván ennek ellenére azért a kapcsolatok még ugye élnek, de a másik oldalon én azt gondolom, egy képviselőnek ma már ugye a közösség oldalakon való jelenlét az rendkívül fontos, hiszen itt budaörsieknek az ezreit lehet elérni, nem csak az én körzetemből, hanem szerte Budaörsről. Nagyon sokan megtalálnak ügyes bajos kérdéseikkel, nem csak az én körzetemből, hanem szerte a városból. És én úgy látom, hogy ez a lakosságnak egyfajta új lehetőség arra, hogy tartsa a kapcsolatát a képviselőkkel. Nyilván ez egy viszont plusz feladat is egy kicsit, hogy utána járni olyan embereknek az ügyeiben is, akik nem ott laknak. Én pedig nem szeretek egyetlen ügyet sem elengedni, és próbálok mindenkinek válaszolni. Nekem az a visszajelzés, hogy az embert ez nagyon közismerté tudja tenni, csak magában egy budaörsiek csoportban a közösségben több mint 17 ezer ember van ott, a város lakossága most 30 ezer. Én azt gondolom, maguk a számok is azért nagyon sok mindent elárulnak arról, hogy bizony egy képviselőnek ezt a platformot használnia kell, hiszen az emberek ma már azért szinte többségében ezeken az oldalakon rajta vannak, és követik az eseményeket, és igazán érdeklődnek is, és remélem, hogy ez a jövőben is így fog maradni. Milyen kampányra számít, akár helyben? Azt látjuk, hogy a országos politikában hát a
karaktergyilkosság, a személyiségi jogoknak a semmibevételével történő magánéleti pocskondiázás, rágalmazás az mindenhol elterjedt, és most egyik képviselőtársától tudjuk, hogy egy szélső jobboldalinak tekintett, nem mondom ki a nevét, formáció is indul arc nélküli jelöltekkel, szóval mire számít? Arra számolok, és mi leginkább a BFE-ben arra fogunk koncentrálni, hogy semmilyen külső elemmel nem fogunk szembeszállni, bármilyen akár mocskoskodás is, mert ugye felmerült, és az előző kampányunkban ugye volt ilyen, nem egy és nem kettő, mi ezeket nem fogjuk felvállalni, mi azt fogjuk továbbra is hirdetni, hogy Budaörs lakosságát szeretnénk szolgálni, hiszen a szlogenünkben is benne van, hogy Budaörs az otthonunk, semmilyennel a másik oldallal nem szeretnénk foglalkozni, mi azt a meccset játszunk, megmondom őszintén, amit játszunk ugye 10 éve is, hogy a várost szeretjük, és én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések nagyon pozitívak, a város lakossága nyugalmat szeretne, a város lakossága azt szeretné, hogyha ugyanezek a fejlesztések továbbra is előremutatóak lennének, és azt gondolom, ezt a most elnyert ugye egy újabb díjat, hiszen rengeteg díjat rendelkező Budaörs, de az Egyensúly Intézet által meghirdetett díjat, miszerint ugye a 30 000 fős városok kategóriájában Budaörs legélhetőbb település egész Magyarországon. Azt gondolom, ez egy nagyon nagy visszajelzés. A mások pedig az, hogy minden statisztika szerint a budaörsieknek több mint 95%-a nagyon szeret vagy szeret itt élni. Én azt gondolom, ennél jobb visszajelzés egy várospolitikusnak azt gondolom, hogy nem kell. Picit tekintsünk előre, amennyiben új ismét elnyeri a képviselői mandátumot. Mit tervez, csak felsorolás szinten, melyek az legelső lépések, amiket régi új képviselőként meg kell tegyen? Nagyon sok tervünk van, és ezek nem csak a tervek lesznek, ezek mindenképpen meg fognak valósulni, attól függetlenül is, hogy én maradok-e, persze remélem, hogy én maradok. Hiszen ezek az összegek már, és ezek a tervek már ugye megvalósultak a költségvetésben, a legnagyobb volumen lesz a Kertész utcának a beruházása, ez szintén egy ilyen falig megújult utca lesz, 450 méter hosszan, azt gondolom ez egy nagyon nagy eredmény lesz, hogyha ezzel készen leszünk. Több parknak a világítása meg fog újulni, a Bojt utcai parknál van egy hangvédőfal, ezt is szinte teljesen újjáépítjük. Két utcában zajlanak már jelenleg is járdépítési munkálatok, lesznek fekvőrendőröknek a kihelyezése, tehát így most nagyon gyorsan átgondolva 7-8 olyan projekt is van, ami mindenféleképpen meg fog valósulni még ebben az évben. Sok sikert! Köszönjük szépen!